Érkezik az ukrán önkormányzatok delegációja Városházára. A vendégek Budapest és Nyíregyháza után jöttek Miskolcra. Mint elhangzott, az ukránok példaértékű önkormányzatokat keresnek fel azzal a céllal, hogy tanuljanak és a munkájukba beépítsék a Magyarországon tapasztaltakat. Miskolc önkormányzata egy nagyon sikeres önkormányzat Magyarországon. Olyan programokkal kecsegteti a külföldieket, az ukrán önkormányzati képviselőket, akiket ezúttal is idehoztunk az önök városába, amik hát méltánképpen kerülhetnek itt bemutatásra. Gondolok itt például azokra a sikeres projektekre, amik a zöld energiákat használják, hasznosítják itt a városukba. Kiemelte, ezek mind olyan projektek, amelyek az ukrajnai önkormányzatok számára még új, kiaknázatlan területnek számítanak. Az ukrán önkormányzati delegáció nem először járt már Miskolcon, mint vezetőjük mondta, nem csak az itteni önkormányzat működésére kíváncsiak, hanem Miskolc gazdasági, kulturális élete is érdekli őket. Kisebb helyi önkormányzatoktól jöttünk Ukrajna számos területéről. Azért érkeztünk ide, hogy a helyszínen szerezzünk tapasztalatokat egy olyan sikeres városban, mint Miskolc. Itt olyan kérdésekre tudunk választ kapni, amit akár az ukrán helyi önkormányzatok munkájában is fel tudunk használni, mondta a programvezető. Miskolc negyedik alkalommal fogad ukrán delegációt a Schumann Intézet szervezésében. Figler Péter bemutatta a város lehetőségeit, gazdasági erejét, azt, hogy milyen nemzetközi kapcsolatai vannak Miskolcnak, és hogy milyen nemzetközi projektekben vesz részt. Szerintem azért fontos, hogy fogadjuk őket, mert azt a demokráciát, amely Miskolcon és Magyarországon megvan, megvalósult, be tudjuk mutatni, és talán részeit vagy az egészét át tudjuk adni az ukrán barátainknak. Különösen fontosnak tartom ezt a mai időben, amikor egyrésztről azt látjuk, hogy Ukrajnában bizony nem minden megy úgy, ahogy kellene, elsősorban a kisebbségek, így a magyar kisebbség szempontjából, másodszorban pedig Európai Unióban sem minden úgy alakul, ahogy azt elvárnánk. A találkozó második részében Gősz Péter, a Miskolc Holding ZRT vezérigazgató helyettese, Miskolc sikeres projektjeiről tartott prezentációt az ukrán delegációnak.